A halmitelepi általános iskola egyik népszerű kezdeményezése az úgynevezett sünisuli, mely során a jövendő elsősök több héten át különböző foglalkozásokon vehetnek részt az iskolában. A találkozások révén a még óvodás gyerekek megismerkedhetnek a tanítónénikkel és magával az intézménnyel is. Nyílt napot tartanak a jövendő első osztályos szülőknek itt a halmitelepi általános iskolában is. Mely osztályok fogadják éppen most az érdeklődőket? A 2/4. Osztály fogadja az érdeklődő szülőket, hiszen a mostani 4. kollégák lesznek jövőre elsősök, Gyömrei Piroska és Nyári Krisztina. Milyen tanórákba pillanthatnak be a szülők? Matematika és olvasás órákon vehetnek részt mind a két osztályban, megismerkedhetnek a pedagógusokkal, a módszereikkel, kicsit betekintést nyerhetnek iskolánkba. Hány első osztályt terveznek indítani? 2 első osztályt tervezünk indítani. Aztán, hogy ez hogy fog alakulni, ezt még nem tudjuk pontosan. Utána néztünk a létszámoknak az óvodákba, és most 2 évig kevesebb a gyermek, úgyhogy nem tudjuk, hogy hogy alakul, de szeretnénk, ha 2 alacsony létszámú osztállyal tudnánk indulni. Hány főtől indulhat osztály, illetve mennyi a maximális létszám? Hát a maximális létszám, tulajdonképpen 25 fő az az optimális, és ezt lehet 20%-kal emelni. Hát nem szeretnénk, tehát ugye ahhoz, hogy hatékony legyen az oktatás, azért az alacsony létszámok azok jobbak. Mennyinek kell lenni a minimum létszámnak? Minimum létszám, hát van 18 fős osztályunk is, tehát tulajdonképpen ha csak annyi van az évfolyamon, akkor azt is lehet indítani. Mint már korábban beszámoltunk róla, itt változások várhatók a halmitelepi általános iskolában, hiszen tanterem bővítésre vár az intézmény. Ez körülbelül mikortól lesz esedékes, illetve befolyásolhatja-e majd az osztályok működését? Hát reméljük, hogy most már célnál vagyunk a pályázattal, meg vannak tulajdonképpen, befogadták a pályázatokat, a kivitelező pályázatait, még döntés nem született, hogy melyik pályázó nyeri meg a munkát. De reméljük, hogy március vége fele elindul most már a folyamat, hogy a következő tanévet úgy tudjuk indítani, hogy tényleg gyönyörű 4 új tanteremmel, hiszen nagyon megnőtt az iskola létszáma, és bizony most nagyon szűkösen vagyunk, tehát az ebédlőtől kezdve a kis raktár helyiségekig mindenhol tartunk oktatást. És 4 tanteremmel bővül majd. Igen, 4 tanteremmel, illetve a kiszolgáló helyiségekkel, szertárral, csoportszobákkal, úgyhogy reméljük, hogy ha ez megvalósul, akkor sokkal kényelmesebben és jobban tudjuk szervezni a munkánkat. Tapasztalat az, hogy az első osztályosok általában a régi tanóvoda épületében kapnak helyet. Ez most is így lesz? Igen, természetesen a régi épületünket így hívjuk, de az is nagyon szépen fel van újítva. A kicsiket oda szoktuk, elsősöket, másodikosokat, hiszen kicsit próbáljuk elszeparálni őket a nagyobbaktól, és az ő termék úgy vannak berendezve, hogy a padjaik is olyanok, amik a kicsiknek fontosak, hogy az egészséges tartásukat megőrizzük, tehát hagyományos padokban ülnek. Jelenleg hány fő a halmitelepi általános iskola létszáma? Jelenleg 360-an vagyunk, és 2 8. osztályunkban alak ki, és hogyha remélhetőleg 2 osztályunk indul, akkor ez valahogy körülbelül ez a létszám fog maradni jövőre is. A tantestületbe várnak-e még további kollégákat? Igen, jelenleg is, hiszen sajnos van hiányunk, tartós betegségek, illetve távozott iskolánkból kollega, és várunk angol szakos, illetve matematika szakos tanárt. Iskolánk a létszám emelkedés ellenére még mindig családias iskola. 2 kiemelkedő területünk van, az egyik az angol oktatást, ahol emelt szinten heti 5 órában tanulják már 5. osztálytól az angolt. Ugye a mai világban erre nagyon nagy szükség van a nyelvtudásra, illetve a másik az ökoiskola, hiszen a fenntarthatóságra nevelés az ugyanolyan fontos célunk a mai napig iskolánkban. Hogyan zajlik az óvodások beszoktatása majd első osztályba? Hát a beszoktatási időszak az bizony gyerekcsoporttól is függően, de általában 2-3 hónap, hiszen az óvoda játékos szabad környezetéből bizony be kell ülni abba az iskolapadba, és hát ki kellene bírni 45 percet, ami természetesen ez így nem működik, és ezért van a szoktatási időszak, amikor még az első hetekben nagyon sokat játszanak, mozognak órákon, játékos feladatokat végeznek, hogy az átmenetet tulajdonképpen megkönnyítsük számukra. Vannak-e az intézményben olyan családias programok, amelyeken a szülők is részt vehetnek? Hát nagyon sok programunk van. Tulajdonképpen kezdhetném már ősszel a mobilitás naptól, ahol a kerékpár versenyzéstől kezdve az egészséges környezetvédelmmel kapcsolatos feladatokat végezhetnek a gyerekek. Aztán van a farsang, ahol részt vesznek a szülők, van a karácsonyi ünnepségünk.
a gyermeknapunk tavasszal, amikor itt vannak a szülők, közösen főzünk, de akár most készülünk március 15-ére, és nálunk most már néhány éve hagyomány, hogy Pilvax kávéházat rendezünk, ahol egy kicsit a március 15-e szellemében egy kicsit verset hallgatnak, zenét hallgatnak, emlékezünk a múltra, és ott bizony a szülők is kiveszik részüket, hiszen ők süteményeket készítenek, részt vesznek ebbe a szervezésbe. Tehát nagyon sok olyan program van, ahol segítik a munkánkat.